Üdvözlök mindenkit ez az új videóhoz. Ebben a videóban a 74-es trolling közlekedő Icarus 280T-vel fogunk utazni. Ugye akik kicsit ismerik a budapesti tömegközlekedést, azok tudják talán, hogy az Icarusokat fokozatosan elkezdték kivonni a forgalomból. A buszokat ugye már teljesen véglegesen kivonták. A trolibuszokból a 435-ös T-típusokat is kivonták. Ugyanúgy a MAN trolibuszokat, így már csak, úgy emlékszem, 9 darab magaspatlós trolibusz maradt. Az egyik ilyen trolibusszal fogunk ebben a videóban utazni. És itt vagyunk éppen az Astoria Károly körút állomáson, ahova éppen sétálunk, és megnézzük ezt a kis szép buszt. Ott hátul látjuk már azt a kis szép példányt. Ez lesz a 237-es pályaszámú busz, ami, ahogy látom, már nem táblás, ami azt jelenti, hogy már ki lett cserélve foggyem kijelzős trolibuszra. Úgyhogy azt is mondanám, hogy szálljunk fel. Ahogy beszélünk a trolliba, látjuk, hogy ez már nem az eredeti üléshúzat, ami azt jelenti, hogy ezt az üléshúzatot már kicserélték újra. Látjuk is, hogy a kapaszkodók nekem eléggé újnak néznek ki, ami azt jelenti, hogy most lettek lefestve bőr kapaszkodók, illetve a klasszikus manuális lyukasztók.
Tényúson utca. Köszönöm, hogy megálltad.
utca, István utca. Sok tere, István utca. Na hát akkor ennyi volt az a videó, remélem tetszett nektek, és mielőtt még befejezzük ezt a videót, azt szeretném csak nektek mondani, hogy mindenképpen akinek van a lehetősége, és van kedve, és érdeklik ezek a trollik, vagy érdeklődik értük, az mindenképpen még használja ki ezt az utolsó heteket, mert pontosan nem lehet tudni, hogy mikor fognak ezek a trollibuszok véglegesen forgalomból kiállni, de szerintem Satzberg kb. Olyan hónap végére el fognak tűnni, legalábbis ez az utolsó 9-10 darab, ami maradt, úgyhogy mindenképpen használjátok ki még ezeket a pár heteket, és akkor majd találkozunk a következő videókban. Sziasztok!